talán ha egy nagyon picit még lejjebb billentenél, hogy a mellkasodból úgy egy kicsit vissza. Lejje? Így jó, szuper. Jó, oké. Okay. Hát úgy is rázumol majd a Skype. Szóval csak hogy a témákat, ugye, hogy mire számítsanak a nézők, ugye mindenki tudja, hogy te most már, nem hogy most már, de főként edzőként ugye dolgozol, ha jól tudom, saját tímed is van, versenyzői csapatod, tehát teljesen testhez álló lenne ugye végre az edzősködésről, mint olyanról beszélni veled, és természetesen akkor az életkorodból adódóan most már bármennyire is furcsa ezt kimondani, elmúltál 20, úgyhogy, és én is, úgyhogy kénytelenek vagyunk egy picit arról is beszélgetni, hogy az idősebb korral azért mégis hogyan kellene, hogy az ember alakítsa ugye az edzését és a táplálkozását, és hát ki más lenne erre alkalmasabb, mint te, hogy erről beszéljünk, úgyhogy szerintem vágjunk is akkor bele, edzősködés lesz az első téma, és minden kertelés nélkül az első kérdésem, hogy szerinted egy edzőnek, direkt nem azt mondom, hogy versenyfelkészítő edzőnek, hanem egy edzőnek szükséges-e az, hogy versenymúltja legyen? Én úgy gondolom, hogy erre nem lehet egyértelmű választ adni, hogy igen vagy nem. Ez mindenki igaz lesz. Megmondom miért. Mert ugye egy edző, tehát hogyha valakinek a vendégei, a vendégköre olyan, hogy most bocsánatot kérek a névhasználatért, de Mari néném és Pista bácsi, akkor nem kell, hogy feltétlenül legyen versenyzői múltja. Mert Mari nénének, Pista bácsinak általában mi a célja? Lefogyni 5-10 kilót, egy kicsit odafigyelni az egészségre, ehhez nem kell versenyzői múlt, hogyha egyébként a tudás megvan, az edzői tudás, általános edzői tudás megvan, akkor őket már el tudja igazgatni. Viszont, hogyha egy edző elkezd dolgozni Mari nénivel, Pista bácsival, és egyszer csak eljut odáig, hogy megismerkedik valakivel, egy fiatalabb sráccal, lányjal, és azt mondja, hogy na akkor én szeretnék versenyezni, ó, persze elvállalom a felkészítésedet. Na, itt már viszont nem értek egyet, mert hogy akarja fölkészíteni egy versenyre, hogyha azt se tudja belülről, hogy milyen. Pontosan. Tehát, hogyha nincs benne tapasztalata, akkor az nem fog menni. Lehet, hogy ad neki diétás tanácsokat. Lehet, hogy kicsit jobban meghajtja az edzést, és az iskolából tanultakkal intenzívebbé teszi, és összehoznak valamilyen versenyformát. De hogy az nem lesz a lehető legjobb forma, amit ki lehetne hozni az emberből, még akár első szezonra sem, ez szinte biztos. Tehát én láttam már úgy edzőt fölkészíteni valakit versenyre, hogy nem tudta, hogy a versenyen barnító lesz. Ez nem hangzik túl jól. Hát mondom, könyörgöm, tehát hogy szóval erre nem is tudok már más mondani. Látod, egyébként a célom az, ezekkel a mai kérdésekkel az, hogy természetesen egyikre sem lesz igen vagy nem válasz. És úgy gondoltam, hogy bármit is mondasz, én leszek egy picit az ellenpólus. Jó, bocsáss nem... meg, egy kicsit igen? Hadd mondjak még ehhez valamit, hogy az, hogyha valaki elindult már versenyen és edzősködik, az még nem biztos, hogy azt jelenti, hogy föl tud készíteni valakit versenyre. Tehát manapság azt veszem észre, hogy nagyon nagy divat, hogy valaki azért indul el versenyen, hogy kitehesse a Facebookra, akkor kiírja azt is, hogy versenyfelkészítés, több vendége lesz, több pénz lesz. Én ezt ilyen megélhetési edzőnek, vagy megélhetési felkészítőnek hívom. Az, hogy egyszer valaki színpadra állt, vagy egy szezonban színpadra állt, az még mindig nem jelenti azt, hogy tudja, hogy mit kell csinálni. Pontosan így van, és gyakorlatilag szóra-szóra elmondtad azt, amit én is el szoktam mondani privát beszélgetésekben, mert én is ugyanezt vallom, itt most nem tudok az ellenpólusod lenni. Szerintem is arról van szó, hogy a versenyzés az egy teljesen más dolog, és ugye ezt tőlem is szokták kérdezni, és például én dolgozok nagyon sok, főleg naturál versenyzőkkel, ha tömegelésről van szó, de a diétát abszolút senkinél, legalábbis nem az utolsó 8 hetet, és ezt mindenki tudja, akivel dolgozom, hogy ott véget fog érni az együttműködés, szó szerint azért, amit mondtál, mert az utolsó 4 hétben olyan dolgok történnek, amiről nekem nincs saját tapasztalatom, vagy ha van, az 15-16 évvel ezelőtt történt, és az se sikerült jól, tehát sokkal több dolog van ebben, mint az, hogy elveszítsük a testzsírt. Hát oké, elveszítjük a testzsírt, rendben van, de hát a versenyzés az nem ennyi. Ugye te is tudnál mesélni bőven a töltésről, a különböző módszerekről, vízhajtás különböző módszerei, szövetségi szabályzat, a pózolás,
maga a póz, nadrág, a barnítás szabály, olyan sok minden megy a versenyzésbe, és akkor még nem is beszéltünk ugye az egyéb kiegészítő részről, ami egy külön tudomány gyakorlatilag. Igen, igen. És ebbe tényleg csak az szóljon bele, vagy adjon tanácsot, aki maga is rendszeresen műveli azt, hogy ahogy mondtad, elindulsz egy vagy két versenyen, még az is lehet, hogy nyersz, mert mondjuk esetleg hajlandó vagy nagy mennyiségű kiegészítőket használni, a genetikád is jó, meg a munkamorál is ott van, és jól fogsz kinézni, az nem azt jelenti, hogy bárki másból is ki tudod ezt hozni. Ez pontosan... Igen, meg az is benne van, hogy lehet, hogy neked is volt egy jó edződ, aki tudta, hogy milyen tanácsokat adjon neked, de egy másik embernek már más tanácsok kellenek, mert teljesen mások az adottságai, és te hiába mondod neki azt, amit neked mondtak, tehát amit te megtanultál az edződtől, az nem biztos, hogy még jó lesz. Pontosan. Egyébként mondok egy nemzetközi példát gyorsan, csak a néző kedvére, mindenki tud vele azonosulni. Például nem tudom, sokan lehet nem tudják, hogy Flex Wheeler, mindenki tudja, hogy ki ez a Flex Wheeler, csak most kezdett el edzősködni 53 éves korában, és ez nem azért van, mert nem tud máshogy pénzt keresni, hanem mert lehet, hogy ő volt a világ egyik legsikeresebb versenyzője. Ez nem jelenti azt, hogy értett a testépítéshez. Megette, amit mondott neki Chad Nichols, leedzette, amit mondott neki a Charles Glass, és gyakorlatilag most tudom, hogy ez sokaknak csúnyán hangzik egy legendáról ezt mondani, hogy Flex egy lusta testépítő volt, ő saját maga ott az életrajza a polcomon is leírta, hogy 70%-nál többet soha nem tett bele, mert olyan jó volt a genetikája, és azért ő nem edzősködött a karrierje alatt, meg azóta sem, mert nem ért hozzá. Most már, hogy ugye képzéseket csinál, és tanul, és emberekkel foglalkozik, most már ért hozzá. És a világ egyik legjobbjáról beszélünk, tehát az, hogy te a világ Igen. egyik legjobbja vagy, az semmit sem jelent abból a szempontból, hogy értesz is hozzá. Így van, pontosan. Én is hallottam egyébként róla, ez pont a Charles mondta, hogy egy baromi lusta ember volt, és rettentő nehéz volt őt motiválni arra, hogy belerakja az edzésmunkát. Amivel kimondtad a kulcs szót a következő kérdésemhez, hogy az edzőnek mennyire feladata a klienseinek a motiválása. Tehát pusztán információt szolgáltatsz és eredményeket érsz a kliensekkel, vagy a munkakörödnek csúnyán fogalmazva a része az is, hogy motiváld a klienseidet, amikor azoknak nincs esetleg motivációja. Hogy látod ezt a kérdést? Ez is egy összetett kérdés. Tehát igazából aki fölkeres egy személyi edzőt, annak már valamilyen szintű motivációja van. Tehát legalább rájött arra, vagy tudja azt, hogy egyedül nem fog menni, egyedül nem tud olyan eredményt elérni, mint egy szakember segítségével. De ezt szerintem mindenki tudja a saját életéből ezer és ezer példán keresztül, hogy időnként elfogy ez a motiváció. Na most ilyenkor szerintem azért az edzőnek ez is feladata, hogy visszaterelje az embert arra az útra, amin elindult a célja felé. Tehát valamilyen szinten motivátornak is kell lenni. Na most azért nem lehet mindenkit motiválni. Tehát az iskolában is annak a gyereknek lehetett súgni, aki azért valamit tudott. Tehát hogyha valaki teljesen motiválatlan, akkor az ilyen, én úgy hívom ezt, hogy ilyen, hogy hívják ezt? Veszett fejsze nyele. Tehát, hogy ilyen hiába. Én nem akarhatom más helyett. Tehát ha ő is akarja, csak egy kicsit letért az útról, akkor vissza lehet pofozgatni. És vissza is kell pofozgatni, mert végül is ő ezért bízott meg téged, hogy segítsd őt az úton. Akkor felteszem a mai első kényelmetlen kérdést. Igen. Mert beszéljen is direkt egyébként. Nyilván nem fogok átmenni a párba, de azért kénytelen leszek egy picit feszegetni a határaidat, hogyha hozzád fordul egy kliens és az előzetes konzultáció vagy online kliens esetén kérdéssor, beszélgetés során azt érzed, hogy itt bizony problémás lesz a motiváció, akkor is együtt dolgozol-e az illetővel. Két különböző eset, lifetime kliens, tehát ahogy mondtad Mari néni, vagy versenyző. Tehát mi van akkor, ha egy versenyzőn azt látod, hogy nincs motiválva, de megkért téged arra, hogy készítsen fel egy versenyre, és mi van akkor, amikor egy átlagemberen látod, hogy nincs meg a motiváció, és felkér arra, hogy mondjuk nyárra hozd formába. Tehát hogyan válaszolsz ennek a két különböző kliens csoportnak? Ezt is egyénre szoktam szabni. Tehát
nem az különbözteti meg, hogy versenyző vagy nem versenyző. Ha nem versenyzőről van szó, akkor el szoktam vállalni, mert abban is bízom, hogy ha elindulunk az úton, és ha nem is motivált teljesen, de talán tudok neki mutatni valamit ebből a sportból, az egészséges életmódból, hogy utána ő maga akarja. És akkor már nyert ügyem van. Lehet, hogy nem tudok belőle mindent kihozni, de hogyha egy kicsit tudok javítani az életén, akkor az nekem már egy szakmai büszkeséggel tölt el, és az már egy dicséret, hogy jól végzem a munkámat. Versenyzőnél, hát ott ki kell taposni a belét. Igen, tehát azért gondolkoztam, hogy tudom ezt finomabban megfogalmazni. Nyilván nem az első edzésen, mert nekem van egy elképzelésem, hogy milyen munkamorállal kéne rendelkeznie egy versenyzőnek, és hogy hogyan és mennyi munkát kéne, mennyi energiát kéne belefektetni a felkészülésbe. És hát valljuk meg őszintén, hogy kevés az a versenyző manapság, akiben megvan az, amit én elvárok. Úgyhogy elvállalom, elindítom, és mondom, hogy oké, ez volt a bemelegítés, ez ennél csak több lesz. Micsoda? Mondom, igen, ennél csak több lesz. És akkor így szépen lépésről lépésre, tehát nem rázúdítok mindent, mert az sem jó, de próbálom lépésről lépésre fokozni a tempót, növelni a terhelést, elmondani, hogy ez miért fontos, hogy miért fontos az, hogy alapidőszakban, amikor hosszújú pulóverben edz, és ezért, akkor is pózoljon. Tehát nem látszik semmi. Nem baj. Megtanulod feszítve tartani az izomzatodat. Az, hogy hogyan kell majd beállni a páros biceps pózba, hogy az egyik könyököt följebb, a másik lábat hajlítva, ide tekered a csípődet, oda hajlítod a lábadat. Ez részletkérdés. Ezt úgyis csak akkor látjuk, hogyha már látszódnak a részletek. De hogyha akkor kell elkezdeni, az utolsó 8-10 hétbe kell elkezdeni azt, hogy megszokd azt, hogy te ne 3 másodpercig tud feszítve tartani a lábadat, hanem 30, akkor már elkéstünk. Pontosan ez. Tehát kell az, hogy a versenyzőket is motiválni, és mondani nekik, hogy ez bizony kemény meló. Pontosan ezért kérdeztem egyébként, mert én is ugyanígy vagyok vele, hogy igazából ha átlag emberről van szó, most lássuk be, hogy ha egy picit is hozzá tudsz tenni, akár csak azt, hogy az illető megszereti a súlyzós edzést, vagy legalább elkezdi elolvasni a címkéket az ételeken, és lehet, hogy esetleg ezen nem is megy túl az együttműködés, de már hozzátettél az életéhez, viszont egy versenyzőnél nem az a cél, hogy egy picit hozzátegyél, hanem a maximumot hoz ki, és maximumot abban lehet kihozni, aki a maximumot bele is teszi, ahhoz pedig egyszerűen muszáj valamilyen szinten mégis motiváltak lenni. Egyébként érdekes, egy ilyen újabb iskola ez az edzősködés terén azt mondja, hogy egyáltalán nincs semmi szükség motiválódásra és motivációra, hanem egész egyszerűen csak végig kell csinálni. Tehát magyarul csak kövesd a tervet, és nem szükséges motiváltnak lenned, amivel valamilyen szinten egyetértek, mert aki azért 20-30 éve edz, mint mondjuk te, vagy akár már én is 24 éve, azért lássuk, hogy itt motivációról, mert olyan nagyon, inkább azt mondanám, hogy rutinról beszélünk, mint motivációról. Legalábbis egy idő után. Tehát én már nem így is lehet fogalmazni, igen. Igen, így is lehet fogalmazni. Tehát így sokan kérdezik tőlem most is, hogy mi motivál még az edzésre. Igazából semmi. Tehát, hogy egyszerűen csak ez az életem. Tehát, hogy én így fölkelek reggel, és akkor így automatikusan megyek ki, és akkor csinálom a reggelit, és megeszem a reggelit, és tehát ez egy életstílus. Nekem beletartozik az edzés. Na most az is beletartozik, hogy ha már edzek, akkor hazudok, ha azt mondom, hogy minden egyes edzésen 110%-ot teljesítek, mert háború van, meg Spárta, mert ez sohasem az én stílusom volt. Most így közel az 53-hoz, meg már végképp nem az, de most nem olyan régóta edzek egy sráccal,
És... Jól benéztem az életkorodat, én azt hittem, hogy most múltál el 40 nemrég, de mindegy. Hát figyelj, végülis 13 év az nemrég volt. Igen, bocs. Tehát májusban leszek 53. Hoppá. Na, szóval, hogy így volt egy pár közös edzésünk, fiatal, 31 néhány éves srácról van szó, és így hát össze kell kapnia magát, hogy követni tudjon. És ez nem azért van, mert én most különlegeset teljesítek, én mindig így edzek, mert nekem ez a szokás. És tehát, tudod, hogyha különlegeset akarnék beletenni, akkor jobban kéne feszegetni a saját határaimat, de az nekem már nem cél. Tehát, hogy nyilván, hogyha újra színpadra akarnék állni, akkor én sem úgy edzenék, ahogy most, hanem sokkal, de sokkal intenzívebben. Jobban feszegetném a határaimat. És akkor ott meg lenne egyébként maga a motiváció, a verseny. Így van. Igen. Én egyébként azt is szoktam mondani, hogy igazából, ha belegondolsz, motivációm és motiválódni ahhoz kell, amit valójában nem is szeretsz csinálni, vagy nem akarsz csinálni, mert hogyha akarod csinálni, akkor ahhoz nem kell motiváció. Igen. A munkához kell motiváció, meg hogy felkeljek korán reggel, de ahhoz, hogy elmenjek edzeni, igazából nem nagyon kell motiváció. Hát ezt csinálja az ember, én legalábbis 14 éves korom óta, miért kéne ehhez motiválódni? Igen. Nem is szoktam érteni általában ezt a kérdést. Jó, következő kérdés, ismét vissza az edző személyéhez. Azt már megbeszéltük, hogy ugye azért a versenymúlt egy bizonyos szintű klientúrához szükséges, de az átlag emberekhez nem. De mi a helyzet az edző kinézetével? Tehát izmosnak kell lennie az edzőnek ahhoz, hogy másból izmos ember tudjon csinálni, szerinted? Hát ha megnézem például a mostani menő gurukat, így Amerikába például, így felöltözve nem mindegyikről mondaná meg az ember, hogy valaha testépítő versenyző volt, de azok voltak. Tehát tulajdonképpen, hogyha a kérdésre akarok válaszolni, akkor nem feltétlenül kell versenyzői kinézettel rendelkezni ahhoz. Viszont tehát az, hogyha valaki mondjuk 23 éves, és egy évvel ezelőtt végezte el az edzői iskolát, akkor viszont azért látszódjon már rajta, könyörgöm, hogy valami köze van ehhez a sporthoz. Nem azt mondom, hogy Mr. Olympia szintű izomzattal kell rendelkeznie, de ne egy hosszú távfutó alkat legyen. Tehát, hogy akarja ő megmondani azt, hogy hogyan kell tömegnövelni, tehát hogyan kell úgy étkezni, edzeni, pihenni, stb., hogy 10-15-20 kiló izmot felszedjünk. Tehát nincs benne tapasztalata. Most az, hogy megtanították neki az iskolába, rengeteg dolgot megtanítanak, de az elmélet, az való élet, az teljesen más. Erre rengeteg példát lehet mondani. Nem is kezdek bele, mert akkor csak fölhergelem magam. Megint nem leszek ellenpólus, bár én arról vagyok ismert, hogy állandóan szoktam viccelődni azzal, hogy ugye a jelenlegi fizikumod semmilyen formában nem tükrözi a tudásodat, és emellett kitartok, viszont mondtad a kulcs szót, valaha, valamikor azért muszáj, hogy az edző legalább volt valamikor izmos és erős, és ahogy mondtad ugye, hogy hol különbözik az elmélet a gyakorlattól, mert például hozzád fordul egy kliens, gyors az anyagcseréje, semmi izomtömeg, hatalmas napi aktivitás, és azt mondja, hogy ő 4000 kalóriát eszik, és nem tud hízni, és a könyvekből automatikusan rávágott, hogy akkor egyél 5000-et, és megvan oldva a dolog, ami nyilván így van, de a gyakorlat fogja neked tudni azt valójában megmutatni, hogy ez mennyire is nehéz valójában, és gyakorlat nélkül csak azt fogod mondani az illetőnek, hogy egyél többet, és de hát ez nem ennyire egyszerű, mert ha próbáltál már valaha 5000 kalóriát enni, akkor tudod, hogy azért az nem annyira egyszerű, hogy egyszerűen egyél többet, és ott már jönnek az olyan trükkök, hogy elveszem a rostot, hogy többet tudjak enni, bizonyos szénhidrát forrásokat lecserélek másokra, amiatt, hogy megéhezzek hamarabb, és ezt nem tanítja az iskola. Tehát abszolút egyet tudok érteni, megint nem tudok veled vitatkozni. Szerintem is azt gondolom, hogy nem kell, hogy ez izmos legyen az edző, de azért valaha, valamikor
a múltban muszáj, hogy valaha legalább... Még egy részlet erre, hogy főleg lányok szoktak ebbe, vagy nők szoktak ebbe a hibába esni, hogy nem választanak egy izmos férfi edzőt, mert úristen, én nem akarok olyan lenni, úgyhogy nem is akarok vele edzeni. Igen, igen. De hogy most elárulok egy titkot, remélem valamilyen formában ez eljut hozzájuk. Tehát, hogy egy, megint lehet, hogy nem leszek túl népszerű a személyi edzők körében, és nem akarok megsérteni senkit, de egy jó genetikával született, 20 éves, most végzett, iskolában most végzett lány edző nem biztos, hogy meg tud mondani mindent ahhoz, hogy gömbölyű kerekfeneke legyen. Pontosan így van. Vendégnek. Mert az, hogy neki az van, persze így született. Na most egy 100 kilós férfi testépítő, az már valószínűleg átment azon, hogy izomtömeget növelni, nem csak a vállára, mellére, hanem a farizomra is. Átment már azon, hogy fogyókúra, szálkásítás, tehát hogy le kell adni, tudom én, 25-ről 4-re a testzsír százalékot, tehát gyakorlati tapasztalata van mindenről, amire egy női vendégnek szüksége van. És az, hogy ő 100 kilós izmos férfi, nem jelenti azt, hogy az a 50 kilós lány egy 100 kilós izmos férfi lesz. Abszolút korrekt, és az ismét a következő kérdésemre átvezet. Hopp, ezt lehet ki kell vágnom, mert hirtelen elfelejtettem. Nem felejtettem. Megvan. A következő kérdésem pedig az, hogy ez nem is inkább kérdés, hanem inkább egy gondolat tőlem, és erre kíváncsi vagyok, hogy mit reagálsz. Én azt szoktam mondani általában, hogy személyedzőkről van szó, hogy nem kell mindenhez érteni, és nem kell minden kérdésre tudni a választ, csak a klientúrádnál kell jobban tudni. És ez gyakorlatilag reflektál arra, amit mondtad. Mondtál, hogyha egy jó alkatú, fiatal lány vagy, aki éppen csak elvégezte a személyedzőit, akkor jó alkatú fiatal lányokkal fogsz tudni foglalkozni, meg kismamákkal, meg hölgyekkel, de feljebb, idézőjelben feljebb lévő kategóriákba nem biztos, hogy fogsz tudni segíteni. Tehát ahogy mondtad, vagy ahogy én mondtam, csak azoknál kell jobban tudnod, akikkel foglalkozni szeretnél, de nem kell mindenre tudni a választ. Nem kell tudni mindenre a választ. Viszont azt fontosnak tartom, hogy képezze magát. Tehát nem akarok a fiatal lány személyi edzők ellen beszélni, szó sincs erről, csak fölhívnám az ő figyelmüket is arra, hogy képeznie kell magát. Mert akkor meg tudja tanulni ő is. Most nyilván nem fog 100-120 kilóval fekve nyomni. Persze. De legalább egyszer próbálja ki. Igen, így van. Én tehát is így nem van. Kell, hogy hatalmas mellizmokat növesszen, de legalább próbálja ki azt, hogy elolvassa, hogy hogy kell csinálni elméletben. Oké, ez tök jó. De próbáld ki. Hogy tudd, hogy mennyire nem egyszerű úgy tartani a vállat, a vállövet, a lapockát, hogy tényleg a mellizmok dolgozzon, és ne az első vállad, meg a tricepszed. Tehát, hogy a képzést nagyon-nagyon, a továbbképzést, bocsánat, nem a képzést, a továbbképzést nagyon-nagyon fontosnak tartom. Fontos, és az, hogy nem kell mindenre tudni a választ, ennek még egy olyan aspektusáról is szeretnék beszélni egy pár szót legalább, hogy valaki elvégzi az edzői tanfolyamot, és azonnal kiírja, hogy személyedző, versenyfelkészítő, táplálkozási tanácsadó, életmód tanácsadó, táplálék kiegészítő, guru, tehát minden ott van így egybe. Na most kizárt dolognak tartom, hogy bárki az élete során, tehát hogy nem egy év alatt, hanem az élete során mindezekben a témákban egyszerre szakértő. Így van, ez lehetetlen, így van. Kizárt. Tehát, hogy lehet specializálódni, egy bizonyos témára ráállni, és akkor abban nagyon jó lehetsz, de ez ugye az összes többinek a rovására fog menni. Nyilván egy alap tudás mindenről kell, és mindenről van, mert ugye az iskolákban ezt megtanítják, egy-két könyvet elolvasol, megnézel egy-két videót, stb. Megtanulod, de ez nem jelenti azt, hogy te szakértő leszel benne. És tehát nem kell ezt szégyelni, hogy nem tudsz mindent.
Tudod, el kell vallani, hogy figyelj, ezt nem tudom. Vannak tapasztalataim, vannak tanácsaim, el tudunk indulni, de amikor elérünk egy komolyabb szintet, akkor kell majd egy igazi szakértő, aki ebben a témában tud neked majd segíteni. Egyébként pontosan ezt fogod meg, ez is, tehát félre ne értsd, ez is benned, és pont ezért beszélgetek most veled, és ugyanez igaz például a Páldi Gabira, hogy tudjátok azt mondani, hogy nem tudom. Ugyanez igaz a gyelgyószegi felére is, hogy óriási lexikális és gyakorlati tudás, de mégis könnyedén azt mondja az ember, hogy nem tudom, és ehhez azért magabiztosság kell, és nagyon sokat kell tudni ahhoz, hogy tud, mit nem tudsz. Gyakorlatban én is pontosan így vagyok vele, ezen gondolkodtam ugye évekkel ezelőtt is, hogy próbáljak mindenhez egy kicsit tudni hozzászólni, vagy inkább fókuszáljak egy-két dologra, és én például úgy vagyok vele, hogy általános étkezés, tehát tudod, makrotápanyagok és kalóriák, meg anatómia és kineziológia az edzés terén, és csak is erre fókuszálok 6-7 éve. Tehát abszolút, persze megnézek podcasteket, műsorokat, előadásokat a szteroidokról, a szarmszokról, a mikrotápanyagokról, a rostokról, az mindenről, de nem szólok hozzá. Mert attól még, hogy megnéztem 10 órányi videót, saját gondolatom nincs a témáról, közöm nincs hozzá. Ugyanez igaz a szteroidokra, amikor már az ember azt hiszi, hogy egy picit már azért valamennyire képbe van, és aztán felmegy egy Dr. Dean weboldalára, és ott rájön, hogy ezek az emberek 16 doktori diplomával beszélnek a szteroidról, akkor rájössz, hogy neked lehet, hogy nem kellene. És abszolút egyetértek ezzel, meg én magam is azt vallom, hogyha valamivel kapcsolatban nem érzem magam abszolút kompetensnek, talán még a véleményemet sem szoktam elmondani. Vagy nagyon ritkán elmondom a véleményem, de mindig hozzáteszem, hogy ez semmit nem jelent, ez csak a véleményem. Van-e olyan téma, amiről, akkor ha már itt vagyunk, van-e olyan téma, amire azt szoktad mondani, hogy ez a véleményem, de azért te tényként ne fogadjátok el? Tulajdonképpen minden. Tulajdonképpen én így az edzésnek az anatómiai részét tudom talán a legjobban. Ugye nekem van egy gyógymasszőri végzettségem, ami avval járt, hogy egy évig semmi más nem tanultunk, csak anatómiát. Na most nem úgy az anatómiát, mint ahogy most tanítják ugye ezekben az edzői iskolákban. Tehát láttam saját szememmel és hallottam a fülemmel egy ilyen gyakorlati órán, hogy a combhajlító izmokról volt szó. És így föl tudták sorolni, hogy a combiceps, a félhártyás, félinas, tudták a latin nevét, eredés, tapadás, funkció, bla, bla, kész. És akkor jött a fekete leves, hogy na akkor, hogyha a combicepsre külön terhelést akarsz adni, akkor kifelé kell forgatni a lábfejet, és akkor úgy csinálni a lábhajlítást, és akkor az milyen jó. És akkor így néztem, hogy na itt van a hiba. Tehát, hogy elméletben igen, ez így van, csak hogy elfelejtik azt, hogy a test az egy egységes egész, és soha, de soha nem fogod tudni elkülöníteni ezt a három izmot. Annyira jó, hogy mondtad, na ezt majd elmondom. Tehát, hogy elfelejtenek az emberek egyrészt gondolkodni, és automatikusan elfogadnak mindent, amit hallanak, bárkitől, és ezért szoktam én is azt mondani, hogy nekem az a véleményem, és akkor elmondom, de ne higgy nekem. Nézz utána, aztán majd meglátod, hogy nekem van igazam. De, és a másik pedig az, hogy ugye az edzésen megpróbálunk egy-egy izomra koncentrálni, és egy-egy izmot terhelni, de az emberi test az nem így működik. Még jó, hogy mondtad. Soha, de soha nem fogsz tudni egy izmot terhelni, mert ez egy egységes egész. Tehát amikor olyan mozgásokat végzel, hogy nyomás, tehát tolj el egy autót, akkor mi dolgozik? Hát az egész testet. Talán a fülcimpa mozgató izom nem, de egyébként minden más. És ez más, így van kitalálva. Koncentrált biceps. Mindenki azt hiszi, hogy a koncentrált biceps az csak biceps. Mi történik a brachialisszal? Mi fogja a súlyt, az alkar, az arkarek, flexorok? Nem izolálod a bicepsedet. Én értem azt, hogy az emberek fejében élesz, hogy összetett meg izoláció, de nem létezhet izoláció, ez semmilyen körülmények között nem létezhet. Maximum izoláltabb lehet a mozdulat, de teljes izoláció nem létezik.
Tipikusan azt hiszik az emberek, hogy oldalemelésnél csak az oldalsóvá dolgozik, de ha nem lenne csukjád, akkor leesne a vállad a helyéről, tehát a csukja is dolgozik, a súlyt is fogni kell valamivel, akkor dolgozik az alkar is, tehát nincs izoláció. A másik, hogy mondtad ugye ezt a lábhajlítós, bokaforgatós dolgot, zseniális, hogy mondtad. Pontosan ez alatt szoktam általában azt érteni, hogy releváns információ és információ, mert az egy tény, hogyha forgatod ugye a sípcsontodat, mert végülis nem a bokárat, hanem az alsó lábszárat forgatod, akkor valóban a combhajlító különböző fejei aktívabbak. Na de mennyivel? Pár százalékkal, hát ez a tükörben soha nem fog látszani. Ugyanez igaz a vádlira, tudod, kívül, belül ugye lábujjtartás. Ki is raktam erről egy tanulmányt, hogy a külső-belső lábujjtartás között 3-4 százalékos izomaktivitásbeli különbség van. Tehát tény, hogy máshogy dolgozik a vádli, na de 3 százalékos elektromos aktivitás soha nem fog a tükörben meglátszani. Tehát hát igen, meg most ugye ezt a kifelé-befelé forgatom a sarkom a vádlinál, ezt meg lehet csinálni úgy, hogy nem történik baj belőle, tehát hogy nem roncsolsz egyetlen egy izületet sem. De ennél a lábhajlítás dolognál például, tehát ez kivitelezni sem lehet, mert ugye a gépnek van egy adott iránya, egy síkja, amiben mozog. Ha te elfordítod az alsó lábszáradat, ugye, akkor már a térdizület már más szögben mozog, mint ahogy a gép. Tehát valami nem jön össze. És az a baj, hogy ezeket az összefüggéseket nem nézik, nem látják az emberek. Pontosan. Tehát, hogy nem komplexen nézik az emberi testet, hanem mindig csak egy-egy bizonyos dolgot ragadnak ki belőle. Pontosan így van, és ezért is ugye én tudtam, hogy neked ugye van ez az extra végzettséged, és a videóid alapján is látom, hogy ugye az anatómiával sokkal jobban képbe vagy, mint az edzők, mint akár a versenyzők vagy edzők többsége, és ezt annyira jó, hogy említetted, mert valahogy próbáltam volna erre elterelni a beszélgetést amúgy is, hogy óriási különbség van a gyakorlatbeli tudás és az elméletbeli tudás között, mert ugyanez igaz például bicepsnél is, hogy forgasd a csuklód, mert akkor a biceps jobban dolgozik. Először is a csuklót nem csak a biceps forgatja, hanem 15 fokos szögig a biceps, utána meg már ugye az alkar rotátorok, de tök mindegy. Tehát magyarul az alkar forgatja ki a csuklót, nem a biceps, és a bicepsnek egy másodlagos funkciója a csukló elforgatása, tehát terhelés ellenében forgatni a csuklót, az nem biztos, hogy extra feszültséget hoz létre a bicepsben, hanem akár még hátráltathatja is a biceps edzését, és itt jön ugye képbe az, hogy elolvasom és megcsinálom, mert ha csak elolvasom, akkor marha jó ötlet például a bokát forgatni lábhajlításnál, de ha megcsinálom, akkor már nem is tűnik annyira jó ötletnek, főleg ahogy mondtad, hogyha az erő irányát ugye, és a forgáspontot figyelembe vesszük, akkor igencsak rossz ötlet lenne az egyenes síkból kiforgatni ugye az alsó lábszárat. Na, ezt senki nem fog érteni rajtad kívül, de én tudom, hogy te miről beszélsz, és te is tudod, én miről beszélek, és itt például pont elválik egymástól ugye a tanulmány és a gyakorlat. Ez egy nagyon jó példa volt erre. Oké, és következő kérdés. Szintén vissza még egy picit az edzősködéshez. Nagyon sokan arról ítélnek meg egy edzőt, vagy az alapján ítélnek meg egy edzőt, hogy milyenek a kliensei. Tudod, nagyon népszerű főleg transformációs képeket kitenni, és az alapján ugye az edző kvalitását úgymond felmérni, de vitaindításnak egy mondatot ide hozzáfűzök, például a profi világban egy, hát hogy is mondjam, hogy ne hangozzon nagyon csúnyán, van két rendkívül népszerű edző, és mind a két edzőt úgy tartják, hogy a világ egyik legjobbjai, mert mondjuk az egyik az Kai Greennek az edzője, a másik meg Phil Heath-nek volt az edzője 10 évig, tehát ez a két edző abszolút zseniális, ez teljesen egyértelmű, vagy a világ két legjobb genetikájú sportolójával dolgozó edzőről van szó, olyan versenyzőkről, akiket mondjuk lehet anyám is fel tudna készíteni. Ezt csak konkrétan azért mondtam így, mert nagyon sokan ezt hozzák fel példának, hogy ha úgy szelektálod a klientúrádat, hogy tehetségesek, motiváltak, fejben is ott vannak, nem naturálok, a körülményeik is megvannak, akkor hihetetlen klientúrád lesz, eredményesek és óriási transformációkat fognak bemutatni, anélkül is, hogy esetleg te annyira jó edző lennél. Ugyanakkor a másik oldalon például lehet, hogy a kliensei transformációi ezt nem mutatják, de mondjuk olyan klienseid vannak, akik
átlag emberek, családjuk van, rengeteg munkájuk van, és nem az a céljuk, meg az nem az a genetikájuk, hogy óriásit mutassanak 3 hónap alatt, hanem az, hogy megváltoztassák az életüket, lehet, hogy csak 6 kilót fogynak, ami ugye nem egy nagy valami a képeken egymás mellé téve, de mégis lehet, hogy edzőként a kvalitásod jóval túlszárnyalja azét, aki eredményes versenyzőket készít. Mik a gondolataid ezzel kapcsolatban? Hú, hát rengeteg van. Na, akkor nézzük először ezeket a tímeket. Ugye mondtad az elején, hogy nekem is van tímem. Volt tervben, hogy lesz tímem, de igazából nincs. Tudom, bár, legutóbb videóban említettem. Igen, tehát igazából van egyenpólónk is, logóval, mindennel, mert ugye készültem, de nem. Nekem nincs, és nem is lesz. Még egyszer elmondom, bárki, aki jön és szeretne velem készülni versenyre, én nagyon-nagyon szívesen segítek, legjobb tudásom szerint, de én soha nem fogok csapatot toborozni. Miért? Azért, mert egy, nincs időm. Tehát én szeretek személyesen foglalkozni az emberekkel, versenyzőkkel pláne. Tehát minden ember más, minden test más. Egy átlag embernél ez ugye annyira nem jön ki, mert most azt mondom, hogy leviszem a parkolóba, beülök a kocsiba, megmondom nekem, na Pistukám, toljad a kocsit, parkolóba oda-vissza 20-szor, vacsorára ne egyél körömpörköltet nokedlivel, biztos, hogy fogyni fog. Ennyire egyszerű. Egy versenyzőnél azért sokkal komplikáltabb a dolog, és főleg az utolsó időszakban, hát most nem azt mondom, hogy óránként kell ellenőrizni, de azért ott kell lenni vele, most hogy leszel ott 40 emberrel egyszerre? Tehát egy kizárt. Nem lehet. Nem lehet velük foglalkozni. Na most mi történik ilyen esetben? 40 emberből nagy valószínűség szerint lesz 1-2, akinek marha jó genetikája van, gyakorlatilag bármit csináltatsz vele, jó lesz a versenyen. Vered a mellett, hogy az én bajnokom, az én tímem, és hú, de jó. És mi van a másik 38-al? Hú, ezt annyira jó, hogy mondtad. Ha te nem is sértesz meg embereket, majd akkor én egy picit helyetted, de ugyanezt gondolom én is a nagyobb tímekről, vagy akár az ilyen challenge-ekről, mert lássuk, hogy a challenge-ekben azért mindenki ugyanazt az edzéstervet és étrendet kapja, és hogyha én nagyjából szűröm a klientúrámat, tehát azt mondom, hogy a 68 éves nagymamát meg a 16 éves diákot kiszűröm, és mondjuk legyen a klientúrám egy challenge-be mondjuk 150 ember, és ebből mindenki 20 és 26 között lesz, és mindenkinek elküldöm ugyanazt a diétát, a 200 emberből legalább 50 baromi jól fog fejlődni, mert azért nagyjából egyformán néznek ki, nagyjából jó genetikájú klienseket választunk, és akkor mondhatom, hogy tessék, 50 embert hogy megváltoztattam. Vagy ez csak a nagy számok törvénye miatt van, meg a genetika is az alapján, hogy szelektálsz, de valójában sokat nem tettél hozzá az életükhöz azért. Lássuk be. Így van, így van. Én is ugyanígy gondolom, tehát sokszor tudom, hogy ez nagyon visszásul hangzik, meg nagyon hülyé hangzik így hangosan kimondva, de sokszor a kliensek alapján nem lehet belőni az edzőnek a kvalitását és a tudását. Így van, pontosan. Tehát, tehát mondom, nekem ezért nem lesz ilyen nagy létszámú csapatom, mert abban a néhány emberrel, akivel most dolgozom, azokkal tudok maximálisan foglalkozni. És ebben az is benne van, hogy amikor jönnek majd a versenyek, akkor én elmegyek velük a versenyre. És hogyha van 3 bikinis, 4 sportmodell, 1 fizikes, 1 nem tudom, tehát hogy felsorolhatnám az összes kategóriát, nem lehet ott lenni velük mindannyiukkal. Főleg akkor, hogyha egy napon van mondjuk 2 különböző verseny. És mind a 2 versenyen van versenyzőm, akkor azt hogy oldom meg? Ha meg nem vagyok ott vele a versenyen, akkor az, tehát nem tudom, az meg már milyen? Pontosan ugyanez egyébként, ezt
nem is szoktam mondani, de teljesen egyértelmű, ez az egyik legfőbb oka annak, hogy én abszolút nem foglalkoznék soha versenyzőkkel, nem is fogok, mert 2500 kilométerre lakom mindenkitől, tehát ha nem fogok hazautazni versenyre, akkor nem vagy versenykészítő, hát ott kell lenni a versenyen, ez teljesen egyértelmű. Még egyébként ezek a nagy nemzetközi guruk, ugye a Chad Nichols, a Chris Assito is ott vannak a versenyen a versenyzőikkel, tehát lehet, hogy addig nem, tehát online működik a dolog, de a legvégén azért mégis ott vannak velük az utolsó három napban mindenki, tehát ez teljesen egyértelmű. Rendben, Zoli, ismét egy picit kényelmetlenebb kérdés, versenykészítő edzőként kérdezlek, mennyire fontos neked a versenyzőid egészsége? Hadd fejtsem ki egy mondattal. Én úgy gondolom, hogy a kimaxolom a testemet, és az egészséges maradok, az valamilyen szinten egy picit paradoxon, tehát szerintem nem lehet maximális egészséget elérni maximális eredmény mellett. Lássuk, versenyzőkre beszélek nyilván. Tehát két kérdésből áll az egyik. Te edzőként hol az a határ, ahol azt mondod, hogy ezen túl mehetnénk, de nem velem? És a másik kérdés pedig, hogy te saját magadról szerinted kimaxoltad-e a testedet, vagy megálltál ott, ahol még egészséges tudtál maradni? Kezdjük az elsővel. Jó, hát erről igazából azok a versenyzők tudnának mondani bármit is, akik velem készültek, vagy készülnek. Tehát, hogy én próbálok az egészségükre is figyelni. Tehát tényleg furcsa ezt egy versenyző szempontjából mondani, mert tudjuk nagyon jól, hogy nem csak a testépítésben, bármelyik sportról beszélünk, a versenyzés az már nem egészséges. Mert olyan az elvárás, olyan a színvonal, hogy ott emberfeletti teljesítményt kell nyújtani. Bármelyik sportágról beszélünk. De én minden versenyzőnek, aki velem készül, elmondom, hogy nem az a lényeg, hogy ebben a szezonban te győzzél, és hogy ebben a szezonban meglegyen a profi kártyád. Mert lehet, hogy meg lehet oldani, de meddig fogsz versenyezni? Mondjuk 40 éves korodig? Vagy 35 éves korodig? Meddig fogsz élni előreláthatólag? Tegyük fel mondjuk 70. Akkor mi lesz a hátralévő időben, hogyha tönkrevágod magad az alatt a 2-3 év alatt, amíg versenyzel? Tehát, hogy edzésen megpróbálom a maximumot kihozni belőle, de úgy, hogy ne sérüljön le. Tehát, hogy nem kell annyira terhelni, hogy leszakadjon mindene. Nyilván kell kémia, de nem annyi, hogy 2 éven belül belepusztuljon, vagy valami olyan betegsége legyen, ami miatt félbetörik a karrierje, mert akkor az olyan, hogy én belehajszoltam valamibe, ami tönkretette az életét. Mert az volt az élete célja, hogy ő versenyezzen, hogy legyen egy 5-10-15 év versenykarrierje, hogy kijusson a világbajnokságra, hogy megnyerje a világbajnokságot, hogy profi legyen, de lehet, hogy el se jut odáig, mert hamarabb föladja a teste. Volt már veled olyan, hogy valaki azt mondta, hogy figyelj, Zoli, én még ezt és ezt, ezt a vízhajtót még bedobom, vagy ezt a trembolon még beszúrom, vagy mit tudom én, és te azt mondtad, hogy be lehet, de nem velem. Tehát, hogy volt-e olyan, ahol azt mondtad, hogy nem. Tehát ezt velem már nem, ehhez nem adom a nevem. Hát így nem, mert megkérdezték, tehát volt már olyan, hogy na akkor ezt még, és én azt mondtam, hogy nem. És elmagyaráztam, hogy miért nem. Tehát, hogy nem lesz jobb az eredményed tőle. Viszont sokkal jobban rongálod a tested, és nem éri meg. Tehát, hogy ez olyan, mint a... Ezt a példát szoktam hozni, hogy mi ez a film, a Halálos iramban. Hogy ott nyomkodják azt a piros gombot állandóan ott a kormányon, és akkor és lehagyunk mindenkit, és fantasztikus. Aztán megállunk, ünnepelünk, hogy fú, győztem, és akkor úristen, tűni, és jönnek a zsaruk, és beül a kocsiba, és megint száguldozik vele. Tehát az autóval, amivel te megnyomtad a piros gombot, örülj, ha el tudsz szammogni a szervizig, mert túlpörgeted. És a szervezet az ugyanígy működik, tehát túl lehet pörgetni egy bizonyos ideig, általában nagyon rövid ideig, és utána meg jön a számla, és ki kell fizetned. És akkor ez lehet, hogy az, hogy kész, vége a karrierednek. Ha nem teszed tönkre, fogsz tudni fejlődni. Lehet, hogy nem hozod ki magadból a maximum fejlődést egy év alatt, és
ugyanazt a fejlődést éred el 3 év alatt, de amikor abba hagyod a versenyzést, akkor te még úgy fogsz élni, hogy minőségi életet tudsz élni. És nekem ez is fontos. És lehet, hogy ez manapság egy tehát nem túl népszerű, mert mindenki most akar bajnok lenni, mindenki most akar profi lenni. De könyörgöm, ha te most profi leszel, és kimaxolod magad, te szó szerint, tehát hogy beleadsz mindent, és bármit megteszel, és teljesen kizsigereled a testedet, megvan a profi kártyád, akkor mi lesz utána? Tehát hogy fogsz tudni fejlődni, hogyha már eddig is beleadtad a maximumot? Így van. Egyébként ellenpélda lesz majd rád, szerintem, a Milos, mert Milossal is ugye megegyeztünk egy podcastbe, és nem tudom, hogy a nézők mennyire tudják-e, de neki van egy mondása, ő ezt szokta általában mondogatni, hogy a versenykészülésről van szó, akkor vagy compromising or maximizing. Tehát vagy kompromisszumokat kötsz, vagy maximalizálod a dolgot, és akkor nincs kompromisszum, és ő arról kérdés, hogy mindent a végletekig, tehát na most, nem halsz meg, amennyitől nem halsz meg, minden maximum. Na most azért itt figyelembe kell venni azt, hogy kivel foglalkozol. Mert versenyző és versenyző között is van különbség. Mert azt mondom, hogyha tényleg egy olyan versenyzőről van szó, akinek olyan genetikája van, hogy tényleg bármi lehet belőle, akkor azt mondom, hogy érdemes elgondolkozni, hogy egy kicsit még többet, egy kicsit még többet. Én akkor is azt mondom, hogy ésszel, de akkor egy kicsit eszetlenebbül lehet ésszel. Viszont, hogyha egy olyan emberről, egy olyan versenyzőről van szó, aki azt mondja, hogy szeretném kipróbálni magam a színpadon. Mert vonz ez a millió, és hogy egyszerűen így szeretném kipróbálni, hogy milyen, mert sokat láttam, hallottam, ott akarok lenni. Tudom, hogy nem az enyém a világ legjobb genetikája, de na, ilyen esetben viszont azt mondom, hogy oké, ott leszel. Lehet, hogy nem mostani szezonban, lehet, hogy 2 év múlva, de ott leszel. Ha tetszik, megyünk tovább, ha nem tetszik, akkor élhetsz utána nyugodtan és problémamentesen. És ez a nagyon nem mindegy. Na most a fiatalok szoktak ebbe a hibába esni, hogy hú, most akkor én megváltom a világot, én leszek a világ legfiatalabb Mr. Olimpiája, meg profia, meg hogy hú, én aztán nagyon. És én akkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy figyelj, nézd már meg, ugye az edzőterem falán vannak profik képek, profik képei. És mondom, hogy nézd meg ezeket az embereket. Hány éves vagy most? 23. Jó, oké. Nézzük meg XY-nak a 23 éves kori képét. Meg nézzél bele a tükörbe, és hasonlítsd össze a kettőt. Pontosan ezt mondtam. Pont ugyanezt mondtam tegnap. És hogyha nem hasonló, és nem feltétlenül az izom tömegre gondolok, mert lehet, hogy az a profi elkezdte, nem tudom én, 15 évesen, ő meg mondjuk 20 évesen kezdett el edzeni, de hogy az alap adottságok, hogy milyenek. Mert ha rövid láb, széles csípő, keskeny váll, nagyon hosszú törzs, nem, tehát hogy fölkészülhetsz versenyre, de akkor nyugodtan, van időd, tehát hogy úgy se leszel a legfiatalabb profi, tehát ezzel az alkattal nem. És én nem a versenyzéstől akarom elvenni a kedvét, csak meg akarom óvni a haláltól. Egy realitás check azért kell nagyon sok embernek. Egyébként én egy más perspektívát is adok egy picit a dolognak, az anyagi részét is, hogyha nézed. Most például Milos tipikus klientúrájának a fizikumán és a versenyhelyezésein 6-7 számjegyű szerződések múlnak. Tehát ha az ember azt mondja, hogy keresek 75 ezer dollárt évente, vagy $500,000 évente, és ezért cserébe lehet, hogy maradandó károsodást okozok magamnak, de hát majd lesz pénzem helyrehozni, vagy ugyanezt a károsodást, egészségügyi problémákat okozom magamnak egy mátrakupa serlegért, direkt mondtam mátrakupát, mert már nem létezik, egy mátrakupa serlegért, hát nem tudom, ott azért igen, lehet. Igen, pontosan, így van. El kellene gondolkodni. Jó. Következő kérdés, szintén egy kijelentést fogok tenni, és kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz ehhez szólni. Manapság terjedt el az a nézet, hogy mi számít jó genetikának, ha már említetted a genetikát, és egy ilyen visszatérő teória, hogy
20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt a jó genetika az volt, ha széles vállat, keskeny csípőt, szép gömbölyű izmaid voltak, ma pedig az számít jó genetikának, hogyha szinte végtelen mennyiségű drogot bír el a tested, és gyakorlatilag ennyi. Tehát gyakorlatilag ezzel csak azt akarják mondani, akik ezt hangoztatják, hogy az izomformákon ma már lehet változtatni bizonyos technikákkal, kacsintok, valamilyen szinten. A széles váll szintén ugye módosítható így, úgy, akár csak simán a vállak megnövelésével, de azon nem tudsz túllendülni, hogy egészségesnek kell tudnod maradni kémiai használat mellett is, tehát gyakorlatilag ma már a jó genetika pusztán ennyit jelent, hogy nagy mennyiségű kémia mellett sem leszel beteg. Tehát mennyire értesz ezzel egyet? Én nem értek vele egyet. Én nem értek vele egyet. Fejtsem ki, ugye? Igen. Mert tény, hogy a genetika az nem csak abból áll, hogy keskeny derék, széles váll. Nagyon-nagyon sok minden tartozik ide, tehát például az, hogy mennyire tudja hasznosítani az ételeket, amiket megeszik. Bocsánat, Zoli, igen? Ne haragudj, szabadba vágok. Kettő dolog volt ugye 20 évvel ezelőtt, széles váll, keskeny csípő, gömbölyű izomformák, ma pedig azt szokták mondani, hogy a drogtolerancia és az inzulin érzékenység. Tehát magyarul, hogy mekkora mennyiségű tápanyagot képes a tested úgy kezelni, hogy nem leszel cukorbeteg. Tehát ez a két tényezőt határozzák meg ma jó genetikának. Tehát akkor így mennyire értesz ezzel egyet? Így is azt mondom, hogy nem. Így is azt mondom, hogy nem. És pontosan az én mentalitásom miatt. Tehát, hogy én nem a kémiára alapozok. Én azt az iskolát jártam végig, hogy edzés. És elkezdtem ugye edzeni 19 évesen, hogy is volt az első versenyem, 30 évesen, tehát akkor volt az első versenyem, és ugye akkor még fitness, az első testépítő versenyem 42 évesen volt. Hoppá! És igazából addig semmi. Tehát, hogy én edzettem, odafigyeltem a kajára, amit a múltkor el is meséltem, hogy rosskenyér, Párizs és stb. De hogy ennyi volt. Én megtanultam azt, hogy lehet úgy keményen edzeni, hogy nincs mellette kémia. És állítom, hogy lehet. Lehet úgy edzeni keményen, és ez fogja megalapozni azt, hogy a kémiával feltuningolt test és a most azt mondom, hogy pihenő időszakos test között nincs olyan óriási különbség. Mert így meg lehet oldani. És akkor nem kell olyan iszonyatos mennyiségű kémia sem. Tehát én úgy gondolom, hogy manapság azt mondja, hogy nem megy a fekvenyomás, gyenge vagy benne. Tolják kétszer annyi tesztót. Igen. Számomra ez valami felfoghatatlan nagy. Ez felháborító számomra. Na, tehát csak egyszerűen ide, nem. Egy mondatot ide szúrok, tőled nyilván ezt nem fogom megkérdezni soha, de én elmondhatom. Nekem, én ugye mondjuk 24 éve edzem, és ebből körülbelül 14-16 évig naturáként. Nem az első 16, hanem nyilván hosszabb megszakításokkal, és én is azt tudom mondani, én 250 mg tesztoszteron használtam, soha nem mentem föl, és soha nem is fogok. Tudjátok, mi a különbség a 250 mg tesztoszteronos fél év és az azt megelőző naturál fél év között? 4 kiló. Ennyi a különbség. 4 kiló testsúly, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez 110-120 kilósan, ez teljesen elhanyagolható. Tehát nem arról van szó, hogy 80 kiló vagy naturál és 120 kiló vagy nem naturál, hanem nem kéne, hogy olyan nagy legyen a különbség. Pontosan ez lényeg. Így van. Nem kéne, hogy olyan nagy legyen a különbség. Igen. Nyilván. Tehát a mai elvárásoknak, hogyha valaki meg akar felelni, akkor nyilván kell. Tehát ezt senki nem tagadja, de nem annyi, mint amennyit általában lehet hallani. Tehát az valami brutális. Így van, így van. Megint egy másik téma egy kicsit, de ismét, hogyha már ugye versenyzésről van szó. Mennyire érzed magad
magabiztosnak, hogyha erről a témáról kérdez egy versenyző. Tehát honnan tudod, hogy az adott egyén számára mi lehet még az, ami biztonságos, és mi még az, ami nem. Tehát saját tapasztalat, vagy utána olvastál, utána kérdezősködtél, vagy szájhagyomány után terjedő információt. Tehát magyarul egy edző hogyan tud tanácsot adni a sportnak erről az oldaláról, mi alapján? Hát amit felsoroltál, az mind. Mindegyik. Én megpróbálok mindig utána nézni a dolgoknak. És ezért van az, hogy így az utóbbi időben is változott a véleményem ezzel kapcsolatosan. De ugye mindenkinek elmondom, hogy ugye ez is ugyanolyan, mint bármi más, tehát hogy itt is egyénre kell mindent szabni. Mindenki másképp reagál az aspirinre is, meg a tojásra is, meg a virslire is, mert van, aki megiszik egy pohár tejet, eszik hozzá egy tükörtojást, és 3 napig nem tud fölállni a WC-ről. Így van. Édesapám meg megiszik simán 1,5 liter tejet reggelire, és semmi baja nincs. Tehát, hogy ez ugyanígy van a szteroidokkal is. Tehát van, aki így, van, aki úgy reagál, van, aki így tolerálja, van, aki úgy. Tehát biztosat nem lehet mondani. Így van. Sajnos ezt ki kell tapasztalni, viszont ez meg lutri. És hogy ha már lutri, akkor már inkább ne vállaljunk akkora kockázatot, tehát kezdjünk egy kisebb adaggal, és meglátjuk a fejlődést. Ha nem elég, akkor ésszel, de megpróbáljuk növelni, vagy változtatni az összetevőket. De nem az, hogy bum, mindent bele. Hát annak biztos, hogy nem lesz jó vége. Még egy utolsó 2 kérdés, Zoli, mert elértünk az 1 órához, és most tényleg nem foglak itt tartani 2 órán keresztül. Legalábbis ráérek. Most ebben a pillanatban ezt érzem, de hát mindig ugye jutnak eszembe a kérdések. Személyre szabás. Ez egy kicsit tágabb fogalom lesz, úgyhogy most lehet, hogy ezt jobban ki kellene fejtened, de nagyon kíváncsi vagyok, mit gondolsz erről. Szerintem nagyon sokan félreértik ezt a személyre szabott diéta kérdést. Van egy szintén egy ilyen interneten futó vicc ezzel kapcsolatban, hogy volt egy profi testépítő, aki, mindegy, Dave Palumbo, nem tudom, sokaknak biztos ismerős lesz, Dave Palumbo mesélte, hogy neki volt egy kliense, akinek írt egy diétát, és az illető visszaírt neki, hogy az előző coach azt mondta, hogy 15 szem áfonyát ehet reggelire, és Dave meg azt mondta neki, hogy egy marék áfonyát ehet reggelire, és visszaírta a kliens, hogy de akkor pontosan hány szem. És ez egy interneten keringő poén, hogy a személyre szabás azért nem ezt jelenti, hogy hány szem áfonyát kell lenni, mert azért lássuk be, hogy mindenki ugyanazt teszi nagyjából, tehát fehérje forrásokat eszel, húst eszel, szénhidrát forrásokat eszel, hát könyörgöm, nagyjából ugyanazt teszi mindenki. A személyre szabás a mennyiségek beállítását jelenti az én olvasatomban, nem pedig azt, hogy megmondom neked, hogy tésztát egyél és ne burgonyát. Szerintem pedig meg kellene kérdeznem, hogy te melyiket szereted, és azt fogom berakni az étrendedbe. Tehát a te olvasatodban a diéta személyre szabása az azt jelenti-e, hogy mindenkinek minden falatot személyre szabsz, vagy ahogy telik az idő, úgy szabott személyre az egyébként majd, hogy nem séma diétát? Én a folyamatos változtatás híve vagyok. Tehát mindig el szoktam mondani, hogy az a diéta, amit írok, az biztos, hogy nem 100%-osan jó. Mert aki azt mondja, hogy ilyet tud csinálni, az hazudik. Tehát az egyik legnagyobb szakember szerintem ebben a témában a Haris Évi, és ő sem tud olyan diétát írni, ami tutira jó első nézetre. Nem. Tehát ő is úgy szokta mondani, hogy ő nem diétát ír, hanem megtanul együtt étkezni a pácienssel, vagy a vendéggel, a klienssel. És ez így van. Tehát, hogy én, oda jön hozzám valaki, és az, hogy megkérdezem tőle, hogy mit szeret, van-e valamire allergiája, vagy intoleranciája, vagy, ez egy dolog, de lehet, hogy még ő sem tudja. Így, pontosan így van. És akkor jó, akkor lőjük be ezt, oké, tartsd be, azért tartsd be, mert ha valami nem stimmel, akkor tudjuk, hogy mihez lehet hozzányúlni. Ha valamit megváltoztatsz rajta, és nem működik, akkor én hogy adjak tanácsot? Ugyan, tehát, ez egy közös munka.
Ez mindig egy közös munka. Ugye az emberek elvárják, hogy én írjak neki egy tökéletes diétát, és itt visszakanyarodok a mai személyi edzőkre, akik írnak diétát, hogy én írom a tutit. Nem tudod megírni a tutit. Még akkor sem, hogyha tényleg van képzettséged hozzá. Kizárt dolog, hogy ezt bárki megírja. Próbálkozni kell, ki kell kísérletezni. Megírom, tartsd be, X idő múlva látjuk a változást, valami nem működik, korrigálunk rajta. Próbáld ki, tartsd be, nem működik még mindig? Jó, akkor megint finomítunk vagy változtatunk. Előbb-utóbb rájövünk arra, hogy mi az, ami neked működik, megvan a tuti recept, csináld, és akkor jönnek az eredmények. Ennyire egyszerű. Ugyanez, de ehhez kell egy olyan edzői hozzáállás, egy olyan, hát úgy fogalmazok, hogy szerénység, hogy bemerd vallani azt, hogy nem tudod, csak sejted. Meg szokták kérdezni, pont tegnap is volt egy beszélgetésem, hogy hogyan számolom ki valakinek a deficitet. Mondom, hogy fogalmam sincsen, hanem azért már, ha nyilván, ha a test adatokat vesszük figyelembe, tudod, beszélgetünk azért, nyilván kitöltetek mindenkivel egy dokumentumot, és hát lehet, hogy már pont ugyanazokat a válaszokat, ugyanezekkel a fizikai paraméterekkel már 200 ember megadta idén, akkor azért nagyjából fogom tudni, hogy az ő kalóriabevitelük valószínűleg neked is jó lesz kezdésnek, de fogalmam sincsen, hogy hol van neked a deficit, majd kérdezz meg 4 hét múlva, és megmondom, de az elején honnan a franc karikából tudjam, ami egyébként szerintem az edzésre is ugyanígy van, tehát kap valaki egy edzéstervet, X mennyiségű intenzitás, volumen, gyakorlatok, és hogy az most sok vagy kevés, fogalmam nincsen, de kérdezz meg 4 hét múlva, és majd megmondom, mert ugye a feedbackek alapján, ha nem fáj semmi, ha nő az erő, ha jól alszol, ha jó az étvágy, akkor jó a mennyiség. Ha egyből romlik az alvásod, nem bírsz enni, fáj mindened, akkor túl sok. Tehát ez ennyire egyszerű, de az elején ezt senki nem tudhatja. Ugye nem ugyanaz a személyedző, mint a jós. Nem lehet, ezt senki nem tudhatja. Senki. Így van, így van. Jó. Valamit hozzá kellsz még fűzni ehhez? Hát most így hirtelen nem jut eszembe, de kérdezzél, és akkor mesélek én. Hát is. És tényleg nagyon szerettem volna az időt betartani, és akkor az utolsó kérdésem, Zoli, és ne engedd, hogy utána kérdezek, de biztos, hogy fogok. Utolsó kérdésem, versenyzők készítéséről van ugye szó, vagy akár átlag emberek készítéséről. Mennyire érzed fontosnak, hogy az emberek mentális hozzáállását is trénel? Tehát ne csak arról van szó, hogy fizikálisan fejlődjön az illető, hanem a hozzáállása is változzon az edzéshez, a sporthoz, az étrendhez, tehát ölsz-e bele ebbe energiát, ugye a klienseidről van szó, vagy csak ha valaki specifikusan igényli. Tehát magyarul megpróbálsz-e átadni nekik a te mentalitásodból valamennyit, vagy úgy vagy vele, hogy csak aki erre külön igényt támaszt veled szembe? Én megpróbálok átadni mindenkinek. Nagyon-nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt a mentális felkészültséget is. Így azt hiszem, talán a Vörös Zolitól híresült el ez a mondás, hogy minden fejben dől el. Emlékszem. És ezt mindenki mondja, mindenki bólogat rá, hogy így van, fú, nagyon igaz, de senki nem gondol bele, és nem gondolja végig, hogy ez valójában mit jelent. Tehát ez nem csak abból áll, hogy én jobban akarom a győzelmet, mint más. Itt ez sokkal összetettebb ennél. Tehát ha átlag embereket nézünk, akkor... Mi a célja? Pár kiló leadása. De most könyörgöm, ha depressziós, és mondjuk kényszerevő, akkor nem fog összejönni. Hiába jár le edzésre, nem. Tehát egyszerűen rendbe kell rakni a fejét. És ez egy tréning. Tehát nem megmondó emberekre van szükség, hogy azt mondom neki, hogy figyelj, dobd ki azt a hülyét, mert rossz hatással van rád. Könyörgöm, nem lehet ilyet mondani egy fiatal lánynak, hogyha szerelmes abban a seggfejbe, már bocsánat a kifejezésért. Rá kell vezetni például azt a fiatal lányt, hogy az a srác téged tönkre tesz, és lesz másik, hidd el, hogy lesz másik, lesz nála sokkal jobb, aki miatt nem leszel kényszerevő, és nem fog nőni a feneked 7 éjszakát betöltőre. Tehát, hogy először ebben kell fog, sok esetben először ezzel kell törődni.
Mert addig úgy sincs értelme az edzés munkának, mert bejön, és akkor látod rajta, hogy füle farka lóg, és akkor megcsinálom azt a tizet, mert azt mondtad, de tehát, hogy így nem lehet. Nem lehet. És ez is része a mentál tréningnek. A mai világban mindig fognak jönni buktatók. Mindig. Ezekre föl kell készülni, hogy hogy fogod te ezeket a buktatókat venni. Mert ha ott van hirtelen előtted egy fal, és te megállsz, hogy úristen, itt egy fal, és akkor csak nézel fölfelé, hogy milyen magas, hát ez képtelenség, hogy én ezen átjussak, akkor ott fogsz toporogni, soha nem fogsz tudni előre jutni. De ha van valaki, aki megmutatja neked, hogy figyelj csak, gyere vissza, lépjél vissza kettőt, nézzél körbe, jé, ott egy nyitott ajtó, puff, és már mehetsz is tovább. És ez mind beletartozik abba, hogy minden fejben dől el. Mert hogy az van a fejedben, hogy ott egy fal, vagy az, hogy keressük meg a megoldást. És saját magamról tudom egyébként, hogy ha az ember benne van a problémában, akkor nagyon-nagyon nehéz meglátni, megtalálni a megoldást. Kell egy külső szemlélő, valaki, aki kívülről tud segíteni. És erre szükség van. Mostanában kezd divatosabbá válni, hogy a profi sportolók mentál trénerrel vagy sportpszichológussal dolgoznak együtt. Miért? Ugye, vegyünk egy sportot, ne a testépítést. Futó. Futóknak a technikája. Mindenki ugyanazzal a technikával fut. Nyilván ott is személyre szabják, hogy kicsit rövidebbet lépjél, kicsit hosszabb, nem erről van szó. Tehát ugyanazokkal a feltételekkel tudnak készülni. Náluk is fontos a genetika, tehát egy rövid láb valaki soha nem lesz jó futó, mert nem tud elég hosszút lépni. Tehát, hogy a genetikájuk nagyjából egyforma. A feltételek, amikkel rendelkeznek az edzéshez, nagyjából hasonló. Ha használnak kémiát, akkor az nagyjából hasonló. Mi fogja a különbséget adni? Ez a hidroglógusz ott a nyakadon. Hogy hogyan tudsz te fölkészülni, hogyan tudod beleadni a 100%-ot minden egyes nap, amikor jönnek a stressz helyzetek, amikor elveszted az édesanyádat például, vagy a kedvenc kutyád elpusztul, vagy egyszerűen csak volt egy seggfej, aki összetörte a kocsidat reggel, tehát hogy ezeken mind túl kell lendülni ahhoz, hogy te az edzésen úgy tudjál teljesíteni, hogy a versenyre te maximumot tudjál nyújtani. És ez egy kőkemény mentális munka. És ebbe fektetnek nagyon-nagyon-nagyon sok energiát most a profik. És a testépítésben is van ilyen. Tehát, hogy itt ugye szokták mondani, hogy edzés, táplálkozás, regeneráció. És a regeneráció az nem azt jelenti, hogy eltelik az idő edzéstől edzésig. Igen, pont. Tehát így van. Ez nem elég. Én például, nekem van egy hobbim a horgászat, ezt nagyon sokan tudják. Két kérdésem lett volna még, az egyik, hogy hogyan kezeled a stresszt, és a másik pedig, hogy mi még a hobbid. Most ezt egy mondaton belül ki is jött. Ez így van, mert nekem ez az, ami jó a stresszkezelésre. Egyszerűen ugye emberekkel dolgozom, mindenki tudja, hogy ez nem egyszerű, és félre vonulok az emberektől, a civilizációtól, bevonulok a természetbe. Egyrészt azért, mert nagyon-nagyon régen hallottam egyszer egy olyan mondást, ami szerintem igaz, hogy bármilyen kérdésed van, a természetben megtalálod rá a választ. Feltéve, ha nyitott szemmel jársz. És akkor én elmegyek a természetbe, és keresem a megoldásokat. És nem úgy, hogy úristen, most mit csináljak a Gézával, hogy most még az a 20 deka lejöjjön róla, mert, tehát nem így megyek ki a természetbe, hanem úgy, hogy bocsánat a kifejezésre, de lesz a Bélát, meg a Gézát. A tudatalattim az dolgozik, és hogyha ki tudom kapcsolni a tudatos gondolkodásomat, akkor a tudatalatti meg fogja találni a választ. És amikor én hazajövök a horgászat után, és jön a másnap reggel, és akkor hopp, a Gézának ezt kell csinálnia. Úgy jön a semmiből. Tehát ez kell. És így tudom a stresszt kezelni, így tudom elviselni azt, hogy
minden áldott nap hétfőtől péntekig, reggel 6-tól este 9-ig ott vagyok a teremben, és folyamatosan dolgozom, csak az a 2 órám van, amit a saját edzésemre és az ebédre tudok szánni. Így tudom elviselni, de nekem ez kell hozzá. És minden embernek szüksége lenne erre, még az is, aki mondjuk nem 14 órát dolgozik egy teremben, hanem egy csak idézőjelben csak 8 órát egy gyárban, de biztos, hogy neki is van egy csomó olyan dolog az életében, ami stresszt okoz. És ez gátolja a regenerációt, vagy lassítja. És hogyha ezt nem tanulod megkezelni, és ezt mind-mind mentális tréningnek hívják, és ezért tartom nagyon-nagyon fontosnak. Na most a másik része, hogy ez nem csak versenysportolóknak fontos, hanem átlag embereknek is. Mert nagyon sok olyan vendégem van, aki nem azért jön le, hogy igazából izmos legyen. Az se érdekli, hogy pocakja van, vagy hogy van rajta még egy 10 kiló zsír. Azért jön, hogy stresszmentesedjen. Vezető, beosztású, rengeteg felelősség van rajta, sok embernek a munkáját kell összehangolnia, jön, hogy kieressze a gőzt. Tehát az átlagembereknek is kell. Na most, ha az átlagembernek van valami célja, teszem azt 10 kilót leadni, de minden napra történik valami, és hát tudom, hogy be kéne tartani ezt a diétát, de amikor ideges vagyok, akkor muszáj azt a csokit megenni. Oké, találjuk meg a megoldást, hogy hogyan tudod kezelni azt a stressz helyzetet, hogy ne a csokihoz nyúljál legelőször. És akkor nem fölöslegesen dobálod ki a pénzt a terembérletre, meg a személyi edzőnek, hanem hatékony lesz a munkád. És ezt mind-mind meg tudja adni a mentál tréning. Ezt annyira jó, hogy mondtad. És egyébként, ha esetleg lenne olyan néző, akinek, amit most elmondtál, ilyen kifejezetten ilyen spirituálisnak tűnne, amellett, hogy egy kicsit az is, de ugyanakkor nem is, mert ahogy mondtad, ha kikapcsolod az agyadat, akkor sokszor sokkal jobban, ahogy mondtad, dolgozik a tudatalatt, és felismered a sémákat. Ugye a séma felismerés történik ilyenkor, ami akkor jön képbe, hogyha például van két nagyjából azonos kliens, mind a kettő platón van, nem tudnak tovább fogyni. Nyilvánvaló, hogy azt kellene csinálni, hogy elveszek tőlük ételt, de ugyanakkor nem mindig ez a megoldás. Van, akitől elveszel, van, akinek adsz egy hét pihenőt, van, akinek adsz egy csalókaját, van, akinek adsz egy csaló hétvégét, van, akitől elveszel kalóriát, van, akihez hozzáteszel kardiót, és hogy melyiket csinálod ezek közül, az sokszor nem is egy tudatos döntés. Ilyenkor szokták azt mondani az edzők, hogy érzem, hogy mit kell csinálni, igen, vagy megérzés, de a megérzés az valójában egyébként séma felismerés, tehát egy tudat alatt történő ugye információ feldolgozás, amihez, ahogy mondtad, ha kimész a természetbe és elvonod magadtól ugye a hétköznapi ingereket, akkor sokkal jobban rájössz a megoldásra. Ezt nem is tudom egyébként, hogy miért mondtam el, de ez abszolút van, amit mondtál. Na most pontosan 5 kérdés jutott egyszerre eszembe, de ígérem, nem fogom feltenni. Mondjad csak. Nem, mert így akkor vissza foglak tudni még egy beszélgetésre. Ja, értem, jó. Elintem, edzésről még nem is beszélgettünk, táplálkozásról nem is beszélgettünk, és rólad még nem is beszélgettünk, úgyhogy ez ma már teljesen esélytelen, egy nagyon-nagyon gagyi bulvár kérdést a végére be kell tennem, és majd, ha megválaszoltad, elmagyarázom, hogy miért tettem fel ezt a kérdést. Emlékszel-e arra a videóra, amit Banival forgattál, az egyik BBTV-vel volt benne, hogy hogyan oldod meg a diétás kajádat, és bemutattad egy ilyen hatalmas nagy műanyag dobozba, semmi más nem volt, csak jégsaláta és csirkemell. Megvan? Igen. Nagyon tudom, azt nem tudom pontosan hány nappal voltál a Superbody előtt, de talán 1 vagy 2. Tehát nem sok. Nagyjából tudod-e, hogy mennyi volt akkor a Superbody előtt mondjuk 1 héttel vagy 2 héttel a kalória bevitelen? Fogalmam sincs. Akkor a makró bevitelen. Hát őszinte legyek, azt sem tudom. Oké, okay, most már azért csak... Nem emlékszem rá, hogy pontosan mennyi volt. Így körülbelülre, tehát hogy így a fehérje bevitelem az olyan 2,5 gram körül lehetett. Tehát olyan 220-230, legyen 2. Igen? Hát 200-nál azért több volt, szerintem olyan 240 körül lehetett. Oké, és legyen 250, igen? Hát a szénhidrát az rohadt kevés. Tehát, kimondhatjuk, hogy 100 és 50 között, vagy 50 alatt?
Hát 50 alatt nem, mert olyat nem csináltam. Igazából egyszer, ne, kétszer, kettő versenyre készültem úgy, hogy lenulláztam a szénhidrátot. Az egyik az első testépítő versenyem volt, mert be kellett fogynom 90 kiló alá. És amikor már így csíkos a segged, és még mindig van rajtad 4 kiló, akkor nincs más választás, tehát muszáj. Párhozat le kell mennie, igen. Az volt az egyik. Akkor tudom, arra emlékszem, mert az 2 hétig az volt, hogy 1,5 kiló hal, párolt hal, tulajdonképpen 3-4 marék spenót, 2 evőkanál MCT olaj és víz. Oké, na akkor ezt most mondom. ez volt 2 hétig. Ez körülbelül, oké, akkor ez körülbelül egy olyan 250-300 gram fehérje, szorozzuk be 4-el, legyen 1000 kalória, ugye az MCT mondjuk 20-30 gram, tehát még 200 gram. Hát annyi nem volt, max 20. De nagyvonalú voltam, és akkor szénhidrátot meg mondjuk kerekítsük 50-re, de tudom, hogy nem volt benne gyakorlatilag semennyi. Ez körülbelül 1400 kalória, és akkor még nagyon nagyvonalú voltam. Ezt csak azért szerettem volna most beszúrni, mert ez már egy mindennapos vita szinte, idézőjelbe a vitát, a klienseimmel, hogy amikor elérünk egy olyan kalória bevitelt, ami már kevésnek tűnik, tudod, annak hangzik, mondjuk férfiaknál most, nem tudom, 2000 alatt, és az már olyan félelmetesnek tűnik sok ember számára, ez pont ezért, mert tudtam, hogy mit fogsz mondani, egy 100 kilós élsportolóról van szó ugye a te esetedben, és lementél egészen az 1200-1400-as magasságokba. Ezt csak szeretném kontextusba helyezni ugye az emberek félelmét a kalóriától, hogy de ott van, ezt szoktam felhozni, teljesen irreleváns példa, de például Chris Bumstead, ugye a mostani ugye klasszik olimpiabajnok, elit genetika, elit, minden téren elit, étkezés, genetika, kémia, minden, és tudom, hogy a verseny diétája már a verseny előtt 6-8 héttel 1600 kalória. Tehát egy kicsit helyezzük már perspektívába, hogy mi számít kemény diétázásnak. Tehát ezt 80 kilós férfinál a 2000 kalória az rohadtul nem kemény diétázás. Tehát nem. Ezt csak ezért szerettem volna, kíváncsi voltam, hogy emlékszel arra a videóra, mert azért ez sem mostanában volt. Hát nem, az 2015-ben volt a Superbody. És én akkor döbbentem rá, én is, mert tudom, hogy akkor is diétáztam, és én ugye én olyan 2200 kalória körül, tehát nekem mondjuk 200 g fehérje, 250 g szénhidrát, 40-50 g zsír, én ezen a mennyiségen elkezdek kifejezetten éhes lenni, de nem gondolom azt, hogy ez annyira kevés, hanem egész egyszerűen szerintem a neveltetésből adódik, hogy van, aki jobban szeret enni, meg van, aki nem. Ezt csak a nézők miatt mondtam el, hogy nem kevés a 2000 kalória, hát nem éhez el a 2000 kalórián, mert az egy kicsit messze van attól. Így van, igen. És az utolsó kérdésem, Zoli, hogy szerinted miért van az, hogy a testépítésben olyan nehezen fogadják el az emberek a genetikai korlátokat? Tehát például senkit nem hallottam még, hogy elkezdjen hisztizni, hogy ő miért nem 2 méter magas, és soha nem kerül be az NB1-be. Tehát elfogadják az emberek, nem vagyok 2 méter magas, nem leszek kosaras. Vagy hogy nem leszel valószínűleg autóversenyző, hogyha 187 centi vagy és 140 kiló, ez valószínűleg nem fog megtörténni. Ugyanakkor a testépítésben az emberek elfelejtik, hogy ez pont ugyanolyan sport, mint az összes többi, és ide is kell egy genetika, és azt nem lehet egyszerűen elhanyagolni, nem lehet megkerülni, és olyan könnyen elfogadják az emberek, tudod, hogy nehéz csontú vagyok, nem vagyok jó futó. Nem vagyok elég magas, nem tudok kosarazni. Nem vagyok elég alacsony, nem leszek jó asztronauta, de ugyanakkor valakinek azt mondod, hogy nincs meg a verseny, nincs meg az alkatod ahhoz, hogy jó versenyző legyél, akkor mindenki sértve érzi magát, pedig ez ugyanolyan. Nem vagy elég magas, nem vagy elég jó a testépítéshez. Miért ilyen nehéz elfogadni a genetikai korlátokat szerinted? Nagyon összetett kérdés ez szerintem. Most így hirtelen az jutott eszembe, hogy az ömlik a motivációs videókból. Tudom, mit akarsz mondani. Igen. Hogy bármire képes vagy, csak akarni kell, és akkor... De hogy... Nem, tehát sajnos nem így van. Az tény, hogy önmagadhoz képest rettentő sokat tudsz változni, hogyha akarod, és megteszel mindent. És mindenkit arra biztatok, meg buzdítok, hogy igen, hozza ki magából a maximumot. De lehet, tehát hogy
legyél tisztában azzal, hogy ez a maximum, amit kihozol magadból, lehet, hogy kevés a színpadra lépéshez. Lehet, de, ezzel nincs ba- de ezzel nincs baj. Tehát könyörgöm, nem kell mindenkinek testépítő versenyzőnek lenni, vagy bikini versenyzőnek lennie. Így van. Nagyon-nagyon sokat változhatsz, lehet nagyon jó alakod önmagadhoz képest, de ugye meg a strandon is lehetsz egy nagyon-nagyon feltűnő jelenség, de az a versenyhez, a színpadhoz még kevés. Egy de nincs rossz ezzel baj, mert lehet, hogy sokkal jobb vagy matematikából, mint bárki más, számítástechnikából, mint bárki más, vagy mondhatom azt is, hogy a világ legügyesebb műkörmöse is lehetsz, és ez valami. Tehát, hogy én sohasem voltam úgy elszállva hogy a testépítéstől, hogy csak az. Mert ugye én szertornával kezdtem, és én állítom azt, hogy a szertorna, tehát mint sport, az sokkal keményebb, mint a testépítés. És egy tudok értékelni egy kézilabdást, egy, nem tudom, gátfutót. Bármelyik sportot elmondhatom, hogyha profi módon űzi, tudom, hogy mennyi munka van benne. És én ezt tudom értékelni. És hogy de nem kell mindenkinek versenyeznie. Keresd meg azt a dolgot, amiben nagyon-nagyon jó tudsz lenni. Az egyik legjobb, vagy a legjobb a világon. Nem kell, hogy divatból te a testépítő színpadon remekeljél. Tehát edzél, ha tetszik a sport, akkor edzél, figyelj a táplálkozásra, élj egészségesen, hozd ki magadból a maximumot, zsebeld be a gratulációkat az ismerőseitől, hogy úristen, mit csináltál te tavaly nyár óta magaddal? Hát teljesen megváltoztál, atya úr, de jól nézel ki! És maradj a színpad alatt, előtt, mellett, nézd meg a versenyt, örülj a versenyzőknek, és élj egészségesen. Legyél sikeres valami másban. Ezt most nem fogom elrontani, hogy bármit is hozzáfűzök, kivéve egy mondatot, de igen, egyébként, ahogy mondtad, szerintem a létező legrosszabb versenyző is borzalmasan jól néz ki az edzőteremben meg a strandon, tehát én is minden évben lediétázok, ugye ezt csinálom már lassan 25 éve, még állok színpadra, mert tudom, hogy mindenki azt szokta mondani, hogy én saját magam ellen versenyzek, de nem. A színpadon nem saját magad ellen versenyzel, a mindennapi életben versenyzel saját magad ellen, és az tök jó dolog, de a színpadra szerintem akkor kell állni, hogyha mások ellen is tudsz versenyezni, és hogyha én nem vagyok olyan jó, hogy mások ellen versenyezzek, az nem jelenti, hogy nem kell diétázni, nem jelenti, hogy nem kell beleadni a maximumot, csak nem kell felállni a színpadra. Hát ez ennyire egyszerű, mert lehet, ami nekem maximum, az másnak a minimum. Tehát egyszerűen én is úgy gondolom, hogy szerintem az versenyezzen, akinek van hozzá tehetsége. És az esküszöm, Zoli, a legutolsó kérdés, de megszokták-e tőled kérdezni azt így emberek, hogy Zoli, szerinted van-e nekem ehhez adottságom és tehetségem, mert számomra ez a legidegesítőbb kérdés. Tehát azért nem értem, mert ha azt mondom, hogy nincs, akkor abba hagyod az edzést? Nem. De akkor miért kérdezed meg? Tehát mit befolyásol az én véleményem? Már nem, mintha tudnám, hogy neked mihez van ugye adottságod. Tehát ha tőled megkérdezik ezt, mert biztos vagy benne, hogy megkérdezik, hogy Zoli, van-e nekem adottságom a testépítéshez, mit szoktál erre válaszolni? Mit lehet erre válaszolni? Hát én őszintén el szoktam mondani a véleményemet. Van, aki megsértődik, van, aki elfogadja. Ezzel nem tudok mit kezdeni, tehát, hogy előbb-utóbb úgy is rájön. És lehet, hogy most haragszik rám, de ha tényleg fölkészül versenyre, és ha tényleg föláll a színpadra, és megkapja az első pofont, akkor lehet, hogy elgondolkozik, hogy basszus, lehet, hogy kallgat kellett volna a Kormos Zolira. Tehát én megmondom őszintén, megtanultam már az életben azt, hogy nem lehetsz mindenkinek egyszerre szimpatikus. Ezért inkább legyél olyan, amilyen vagy. Akinek tetszik, megy veled. Akinek nem, sajnálom, lehet menni másfelé. Jó, nem kérdezek. Nem, ennyi volt, nem is nézek a papíromra. Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Ma is elértük a másfél órát, úgyhogy ismét egy kicsit túlcsúsztunk, mint talán kellett volna. És akkor hajlandó vagy-e még egy beszélgetésre visszajönni, mert nagyon szeretnék az edzésről is beszélni. Nagyon-nagyon tetszik az a
kezdeményezést, amit mondhatjuk, hogy talán te indítottál a YouTube-on, a prof videózásról beszélek, tehát ugye az, hogy felveszitek minőségben a videókat, elmagyarázod, mi miért történik. Nagyon-nagyon tetszett a múltkor, ugye, amikor az elektromos elektromiográffal megnéztétek ugye az izomaktivitásokat, és ez szerintem egy új dolog, és remélem, hogy nem fogod abba hagyni, ez nagyon tetszik, szóval mindenképpen beszélnünk kell az edzésről. Jó, a táplálkozásról az teljesen egyértelmű, hogy muszáj beszélnünk, mert én azért a magazinokon keresztül, meg ugye a BBTV-ken, interjúkon keresztül nagyjából a kezdetek óta végig követtem, amennyire lehetett a te diétádat, tehát van azért egy elképzelésem arról, hogy te hogyan diétáztál, és ezt szeretném, hogyha meg is osztanád velünk, meg jó lenne egy kicsit még főleg a mentális dolgokról beszélni, mert van ilyen, hogy mentális genetika, van ilyen, hogy mentális felkészülés, stresszkezelés, és szerintem különösen manapság, amikor az egyik oldalról vírus van, a másik oldalról meg háború, akkor szerintem a stresszkezelés az talán még fontosabb téma, mint mondjuk egy 2 évvel ezelőtt lett volna, úgyhogy ha ezekre még visszajössz és tanulhatnánk tőled egy kicsit, nagyon szívesen. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki ezt végignézte, neked pedig az, Zoli, hogy már harmadjára is itt voltál velem, és jövünk vissza a következővel. Így van, így van. Én köszönöm a lehetőséget, és nagyon szívesen jövök, akár 20-szor is. Köszönöm. Sziasztok! Sziasztok!